A karcagi Nagykun Református Általános Iskolában már elsőtől fontosnak tartják a tehetséggondozást. A részletekről Takácsné Csikós Anikóval beszélgettünk. Az első osztályos tanítónénik már nézik ki, miben lehet tehetséges. Majd amikor átadják a harmadikos tanítónéniknek, elmondják, ki mit tud. Alsóban vannak tehetségkörök, matematika, környezetismeret, természetismeret, nyelvtanhelyesírás, vers és mesemondók. Amikor iskolánkba bekerülnek a gyerekek, már az első-második osztályban tanító tanítónénik is megfigyelik ilyen szemmel is a gyerekeket, és így adják át nekünk harmadik-negyedik osztályba. Amikor harmadikba hozzánk kerülnek, akkor már különböző tehetségkörökben dolgozunk a kis tanulóinkkal, tanítványainkkal. Különböző tehetségköreink vannak matematikából, környezetismeret, természetismeretből, nyelvtanhelyesírás, illetve vers és mesemondó. Éppen az én csoportomat úgy hívják, hogy rácsendítők. De vannak közöttünk agyköszörülte, kisbogarászok és különféle természetismereti körök. A pedagógusok arra is odafigyelnek, ha valaki több területen tehetséges, akkor a tanítók alkalmazkodnak az ő beosztásához, hogy mindegyik körben ott lehessen, ami érdekli. Megengedjük azt, hogy járjanak mindegyik tehetségkörbe. Most jelen pillanatban is van olyan kisgyerek, aki mind a háromba, és akkor mi alkalmazkodunk az ő sűrű és nagyon beosztott idejéhez, és akkor járnak, és a végén majd ők eldöntik, hogy melyik versenyre készülnek. A szülőktől nagyon sok tehetséget kapnak a pedagógusok a gyermekeik sikereihez. Igyekszünk plusz feladatokat adni, igyekszünk külön hatodik órában is foglalkozni velük, illetve a délutáni foglalkozás keretében is. Nálunk a szülői háttér nagyon jó, nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől. Hogyha versenyre készül egy-egy gyerek, akkor bevonjuk még jobban a szülőket, és segítenek nekünk, illetve a saját gyereküknek, hogy nagyon szép eredményeket érjenek el. A jó versenyeredmények az osztálytársak számára is motiválóak. Természetesen ez motiváló tényező. Egy közeli esemény, amikor a harmadik, negyedik osztályosoknak megszerveztük azt, hogy a rácsendítők körbe járó gyerekek elmondták a kedvenc meséjüket. A többiek ezt meghallgatták, és már azóta vannak újabb jelentkezők, akik azt mondták, hogy ők is szeretnének bekapcsolódni ebbe a körbe. A jelenlegi helyzetben a versenyek is átalakulnak online versennyé, és még nem tudni, hogy ez évvégi verseny a prózamondókat megtartják-e, de a refisek már elkezdték rá a felkészülést. Például, aminek nagyon örülünk, és úgy látjuk, hogy ebből lesz is verseny, a jégvirágok verseny, karácsonyi mesemondó verseny, és már jövő hónaptól, jövő héttől elkezdjük erre a készülődést, illetve felsőben is már indulnak az olvastad, már arra is megkezdődött a olvasgatás és a válogatás. Igen, nagyon szeretnénk mindenféle versenyen részt venni.